としないで、殺す気にくそうなんだ。ゴンゴンが言うのやばいやろとか。ああ、僕は何を言うの？私は何を言うの？でも、ゴンドス道具を言うと、私は何を言うの？Mondjuk 62 végén, az sem lehet véletlenül, hogy 62. szeptemberében indul a klub, hogy ő szeptemberben ő még nem jut pódiumhoz, hanem talán decemberben, vagy 63. január-februárban, és ő kilóg a sorból. Ő nem olyan fajta zenét jár, nem ő az egyedül, aki kilóg a sorból, de ebből a szempontból nézve őt kell említeni. Mert ő már akkor ilyesfajta zenélési, az ő esztétikája már a mai zenélést előlegezi meg. És nagyon érdekes, és egyáltalán nem véletlen, hanem itt társadalmi, szociológiai, történeti összefüggésekből bontható ki annak a szédületes egybeesésnek a története, logikája, ami őt Cecil Taylorral rokonítja, testvériesíti. Sajnos aztán hosszú időre megszakad a kapcsolatom ő vele, legközelebb a 70-es évek elején, legelejétől a Várklubban, ahol ő a másik hegedűssel, a Kati Horváth Lajossal játszik, aki szintén egy fantasztikus hegedűs volt, egy az irodalomból kölcsönzött szóval egy naturbursch, egy nem tanult zenész, nem zeneiskolát végzett zenész, egy cigányfiú, kitűnő partnere volt a Szabados Gyurinak. Évekig együtt játszottak. Kvártetben, duóban. Gyuri annak idején citerázott is. Ez nagyon érdekes. Most is ütővel, cimbalom ütővel játszott a zongorán.
Aztán személyesen akkor ismerkedem meg a Gyurival, baráti viszonyba kerülünk, ami azóta is tart. Ezeknek az éveknek egyetlen dokumentuma, illetve több dokumentuma van, az egyik ugye a lemez, az Esküvő című lemez, ahol a Kati Horváth Lajossal van együtt. Aztán nehogy véletlenül, jó, hogy eszembe jutott, említés nélkül maradjon a Rádő Misi, aki szintén kitűnő társa volt a Szabados Gyurinak évekig, egészen az Amerikában meneteléig, 73 nyaráig. Tehát 2-3 évig együtt játszottak. Akkor létezett egy másik. Elsősorban a Szabados nekem egy legenda, tehát ő maga a legenda. Hát mara nehéz erről beszélni, mert ugye itt is van meg minden, de szóval például olyanra emlékszem, ezek egy fontos dolgok, hogy egyrészt ő a 70-es évek elején, mint nagyon, mikor mi fiatalok voltunk, akkor ő már mint abszolút megvolt az egész figura, a személyiség, a zene, ami között működött, tehát ilyen jazzfugokban, Petőfi Sándor utcai jazzfugban, meg olyanokban, ami ma már így kevésbé ismer. Ez egy fontos esemény volt, különböző együttesei, ma már nem létező figurák, a Rádő Misi, a Kimmel Apó, tehát olyan zenészekkel, olyan együttesekkel, aminek nincs se dokumentációra, semmi, ami abszolút erősíti ezt a legendakörét. Ez egy fontos dolog volt, tele volt, füst volt, olcsón lehetett bort kapni, zsíros kenyeret, szalmazsákokon ültünk a Bercsényiben, tehát egy ilyen hőskor, aranykor, ifjúság, tehát egy ilyen jellegű dolog. Először ez jut eszembe, másodszor az, hogy ő valóban nagyon karakán fickó volt a hős időkben, tehát ma Magyarországon mindenki ellenálló és elnyomott, és nem tudom micsoda, amiből semmi se igaz, de például ő tényleg megcsinálta azt, hogy itt, ahol most vagyunk a Közgáz Jazz Hubban, mit tudom én, 6 év vagy 8 éve volt egy szabados koncert, ami teljesen véletlenül október 23-ára esett, ami nekem eszembe se jutott, tehát semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam neki. De kiállt, mielőtt zongorázott volna, és azt mondta, hogy emlékezzünk meg az elesett hősökről, akik nem tudom, 25 vagy x éve, nem tudom, a barikádokon, mert nem tudom, leült és zongorázott. Hát bennem megfagyott az ütő, mert abban az időben még fértünk attól, hogy ilyen, akkor most betétják a klubot, vagy hivatnak a rektorhoz, vagy tehát ilyen szinten. Akkor egy másik emlékem az, hogy egy rádióban volt egy szóló koncert, kaptam, hogy meghívott ilyen stúdióban, tehát ez ilyen összfér dolog, tehát stúdió felvétel, de van egy kis publikum, és ott nagy mászkálás volt egy ideig, nem történt semmi, ott már lehetett érezni, hogy zavart a helyzet, csak egy idő után kiállt a Szabados a
a zongora mellé, és azt mondta, hogy hát itt a Kis Imre műsor ez, de hát nem hajlandó konferálni, akkor ma szabadon jött szólóeste lesz, első darab címe, Auschwitz. A dolgok abszolút ellentétükbe fordulva, teljesen rendetlen állapotban vannak. Ebből szorosan következik, hogy természetesen a zenének nincs igazán megfelelő helye az ember világában. A zenét úgy tekintik az emberek, hogy akiben van valami gerjedelem, érzelem, vagy valami különös, maga által sem ismert vágy, ami elragadtatottsága a zenével kapcsolatosan, azt szereti, akiben meg nincs, nem szereti. Pedig a dolog nem ilyen egyszerű. A dolog ennél sokkal egyszerűbb ugyanis. Mégpedig azért az az egyszerűségnek a magyarázata, hogy a zene épp olyan alapvető jelenség a világ mindenségben, mint bármi, ami nem zene. Mint az, hogy kézzel fogható a tárgyak, az, hogy színük van a dolgoknak, az, hogy van keménység, hogy van gravitáció, és így tovább. A zene éppen olyan megnyilatkozás, mint a mozdulat, mint az éhség, mint a szerelmi vágy. De egy adott kéz dolog, ez bele van kalkulálva, bele van teremtve a világba. És nem csak az ember világában, hanem az emberen kívül, az ember alap mögött, körül, minden világban, tehát a fizikai tárgyaknak is van zenéjük, a növényzetnek is van bizonyos zenéje, hangi világa, az állatoknak is van, természetesen az embereknek is.
mert minden zene az adott minőséget, akkor zene, az adott minőséget, amiről beszélünk, az valamilyen módon a maga viholtában megszólaltatja, hangilag reprezentálja. Hangilag megmutatja, hogy vagyok, és abból, ami megszólal, abból ki tudom hámozni, hogy az milyen minőség. Ugye? Hiszen a hang az, mint minden más, mint mondtam, valamiféle meghazudolhatatlan. Tehát végső soron mindig igazmondó megszólalása annak, amiből az a hang ered, amilyen lét azt a hangot magából kibocsátja.
igazából a Delcsényi klubban szerettem meg a dolgot. Ez egy nagyon fontos klub volt abban az időben. Ott a, az Olasár Tamás szervezte a klubot, és fellépett ott mindenki, aki ebbe a vonalba nyomult abban az időben. A Kim Elkvart, tehát Szabadosnak voltak mindenféle olyan produkciói, ami szerintem kortárs vagy más művészeti ágokkal való kapcsolatokat erősítette, Petőfi Est, József Attila Est, ilyesmik, igaz? Megszállam? És meg persze zenék, itt is nagyon sokféle változatban. Ez egy nagyon izgalmas klub volt, írám ez nagyon erősen hatott, és nagyon sokáig meg is meghatározta a későbbi szervező tevékenységet. Érdekes az, hogy ott hogy van, meg mint van. Na de aki leül az erdőben, és képes arra, hogy egyszer kilépjen ebből az emberi társadalomból, ebből a különös rögeszme szerint szabályozott világból, amiben annyi szenvedés és hülyeség van, és menjen fáradtságot, és leüljön, vagy lefeküdjön, vagy bezárkózzon, vagy kitárkózzon ott a természetnek egy bizonyos idejét, és hozzászokjon annak a világába is, amiért az fantasztikus dolgot fog átélni. Kiderül az, hogy az ember hallása az nem azért van, mert a fizikai törvények, hanem azért van. Az embernek a hallása az egy kész dolog, az benne van, vele születik. Minden lény az egy készlettel, teljesen készen születik, és az élet rontja el. És minél rohadtabb, butába módon van, hogy szabályozva ez az élet, amit az ember a maga rögezméből szabályoz. Ezt nem mondom azt, hogy nem kell valamilyen módon rendbe tenni, mert különben nem tudunk együtt élni. De nem örült rögezmék, hülye rögezmék, vagy buta rögezmék, sematikus szabályok szerint. Kész van az emberben, és amikor a természetben hallgatózik, akkor ez a készlet, amely minden tekintetben alkalmas arra, hogy megértse az, a mindenség egészét, az a madár hangokat is meg fogja érteni. Előbb-utóbb megérti, és az összes népzene ezen keresztül született.
én úgy érzékeltem, hogy ő tényleg egyfajta legenda. Ő nagyon sokat foglalkozott szerintem a népzene és a jazz kapcsolatával. Ez egy nagyon szép tanulmánya a népzene és a jazzről, ahol kimutatja, hogy egy csomó dologban alapvetően eltér a népzene és a jazz. Tehát az egyik zárt, a másik nyitott, az egyik tájolt, a másik nem tájolt. Tehát tulajdonképpen azt mondja a tanulmányában, hogyha ezt az olvasatot vesszük, hogy ugye nagyon különböző a dolog. Szerintem ő neki azért sikerült ezt elég jól megoldani, ezt a kapcsolatot, mert ő nagyon tágan értelmezte, tehát nem konkrétan népzenei témákat, vagy szóval dolgozott föl ez a Bartók népzene, Kárpátok, ilyen autentikus zenék és a jazz kapcsolatát, hanem egy tágabb értelemben egy ilyen mentalitás, két mentalitás a jazz szabadsága és a népzene tartásosságát sikerült, nem tudom, összeházasítani. És ebből jött egy ilyen nagyon tartásos dolog. Tehát tényleg arra emlékszem, hogy egy ilyen egyenes tartású ember kijött a színpadra, leült, és 3 órát zongorázott, egy tenyérnyi száraz hely nem maradt az ingén, és a hallgatóság ült ott, mint akit odaszögeztek. Tehát egy ilyen nagyon erős, karakteres kiállása volt az egésznek. Tehát én szerintem elsősorban nem zeneileg hatott a dolog, zeneileg is természetesen, de egy ilyen általános sodrása volt ennek a kiállásnak, és természetesen zenén keresztül, vagy együtt, vagy... Tehát nyilván a kulisszák mögé kevesen láttak, hogy mi a egyéb tevékenysége a szabadosnak, de ez átjött. Tehát volt olyan varázsa a dolognak, hogy ez működött, mint egy ilyen image. A 80-as évek elején kezdtünk el szervezni nemzetközi jazz koncerteket. 82-83-ban volt jó néhány koncert, ahova először hittünk meg elég nagy neveket, Anthony Braxton-t, Roscoe Mitchell-t, Rovát, stb. És mindjárt az első koncert azzal volt a legemlékezetesebb. Hát ezt arról ti lemaradtatok, mert nem hitték el, hogy ilyent lehet csinálni vidéken vagy akárhol. Abban az időben még nem saját, csak a Kis Imre szervezett nemzetközi jazz koncerteket, úgy magánban nem nagyon lehetett. És az első koncertre sikerült átsábítanunk a Anthony Braxton szólóba, és ez a koncert mégis annyit kevertünk, avartunk, meg olyan feszült a hangulat, nem volt biztos, hogy odaér. Abban az időben nem volt olyan egyszerű átjutni a határon. Össze-vissza kevertünk, vámőrség, minden, és az egész koncertközönség tűzbe égett, hogy hol a Braxton, nincs a Braxton, már 3 zenekarra játszott, vagy 2, és akkor nagy nehezen befutott. Nem is ez érdekes, de az, hogy utána sikerült összehozni a szabadossal. És akkor, amikor vége volt a Braxton szóló koncertnek, akkor beszállt a 3 zenész, akkor már trióban játszott a szabados. És hát valami nagyon nagy élmény volt, nem tudom elmondani, de ritka nagy élmény volt. Azt hiszem, az utána következő próbálkozásaik, amit együtt játszottak a Braxton-nal, amiből lemez is született, az meg se közelíti ezt a spontán improvizációt, amit akkor összehoztak ketten.
valami kis egyéni ízünknek is van, vagy fölismerhető valami másság. De ez a jó, szóval jó ez a másság, és jó ugyanakkor az a hasonlóság. Amit, hogyha mind a hármat lecsupaszítod végig, és egy gyökérből ered. És a Szabados György van legmélyebben, szóval ő jutott el a legmélyebbre, ő van legmélyebben, és ő belőle az ő erejéből mi is merítünk, mi is táplálkozunk. Hagyományosan, legalábbis Magyarországon szorosan vett jazzmuzsikáról van itt szó. Ez a fogalom világszerte, Amerikában is és Nyugat-Európában is, ma már javarészt egy régebbi jazz stílus világra tartozik, arra értik. Ebből a hagyományosnak, ma már hagyományosnak mondható jazz világból következett, eredt egy olyan zeneiség, amit úgy foglalhatunk össze azzal a szóval, hogy improvizatív zene. De ez az improvizatív zene, ez amely a jazz alapokon indított, alakult ki, szabadult fel, kötöttségek alól, a leírt, a kotta alapján készült zenék alól, játszott zenék alól, ma már a tradicionális zenei világban is otthonos, olyan kultúrákat ismert meg, dolgozott fel, és tett magáévá, kialakítva a saját stílusokat, új stílusokat, egy zenei megújulást revelálva, amely érzésem szerint valóban időszerű zenévé, mai zenévé teszi. Úgy érzem, hogy ez az improvizatív zene, amiről most már a jazz után beszélhetünk, vagy a jazz mellett beszélhetünk, és amelyben a kortárs zenének is nagyon erős nyomait tapasztalhatjuk, ez a jövőre nézve nagyon ígéretes, részben mint intenzív zeneiség, egész személyt, egész muzsikusi és hallgatói mi voltunkat igénybe vevő, erre számító zeneiség, és ugyanakkor azt a követelmény támasztja, hogy meg kell változtatni a zenei oktatásunkat is, újra az improvizativitásra, a rögtönzési képességre, a minden emberben több-kevesebb adottságként meglévő zenei képességekre alapozva, és a személyességre építve kellene megújítani és élővé tenni a muzsikát. We'll be right back.
Talán egy kicsit más oldalról közelíti ezt meg, mert az, hogy milyen a hallás, tehát a genetikailag milyen az örökösségi szint a zenetekintet, a zene érdekében van. Azt hiszem, hogy ebben a hallásban kevésbé érdekes. Inkább az az érdekes, hogy az ember lelkileg milyen állapotban van. Ugyanis, ha én leülök, megint az erdőt hozom fel, de mondhatnám a pusztát is, szóval de ahol éljek, hogy én egyedül vagyok, akkor minden tovább nélküle elkezdek fütyörészni, vagy énekelni, vagy gyúdolni. De hogyha én be vagyok egy lágerbe zárva, ahol szerintem kívül 150 ember ott nyomorog, hát ott egy olyan lelki állapot szakad rám, hogy egyszerűen a katatóniában és a depresszióban fetreng mindenki, nem hogy énekeljen, vagy zenéljen. De nem működik a belső hallás.
Az, hogy zenéljek, ahhoz kell egy kedély, kell egy részvétel a teremtésben. Az, hogy élek, és részt veszek ebben az egész csodában, ami az élet, ez egy mérhetetlen mély belső kedély. Ha ezt a kedélyt támogatja, fölkarolja, ennek teret ad, ez segíti, ennek a jegyében történik az életünk, akkor énekelni fogunk. Ha ennek megvannak a külső-belső feltételei, vagyis a külső feltételei, hogy ne lágerekben éljünk, zsúfoltan, most ez a láger, ez a zsúfoltságot jelenteni, és ugyanakkor legyen egy olyan belső nyugalmunk és magabiztosságunk, egy jó magány, nem rossz magány, nem az árvaság magány, hanem az a jó magány, amikor úgy vagyok egyedül, hogy érzem, hogy mindennel együtt vagyok. Hát hol van ez ma? Hát ez a szörnyű. Hol van ez ma? Hát nincs kedv az életre. Ugye? Ebből aztán következik az, hogy csak azok zenélnek, akikben valami különös megszállottság van, és akik, ha kell, időközönként rombolnak a hangszereket, törnek, zúznak. Ezt nyugodtan mondhatom, én magam is. Mert egyszerűen törni, zúzni kell bizonyos dolgokat ahhoz, hogy felnyíljanak ezek a zárt dolgok, amelyek vannak. Valamilyen módon akár az értelemhez, akár a szívhez, akár az érzékekhez, a bőrhöz hozzájusson valami. Szükség van, átcsúszott szavával érve, aki a Mama Rose-ban
azt mondja el, hogy köszönöm neked mama Róza nagymamájának, a nagyanyjának mondja ezt egy poéma, hogy arra a tanítás, azt a tanítás, hogy forradalomra szükség van a forradalomra, a mindennapokban, a mindennapok forradalmára van szükség, és szimultán keleten és nyugaton, és spontán, de jó szervezetten, jó komponáltan. Köszönöm, mama Róz, köszönöm.